Iskolában megtartott 9. vajdasági rovásírásversenyen az általános iskolák alsós és felsős tanulói, valamint a középiskolák diákjai a vetélkedő első részében az olvasási, a második részében pedig az íráskészségüket tették próbára. A versenyzők között voltak, akik első alkalommal vettek részt a megmérettetésen, de olyanok is akadtak, akik visszatérő vendégei a rendezvénynek. 5. óta járok rovásírásra. Nagyon tetszik ez a rovásírás, és azért is jó, mert a régebbi írást mi még használjuk. A magyar tanárnő is nagyon kedves velünk, és mindent megtanulunk. A rovásírással idén kezdtem el foglalkozni. Magyarból a tananyag része volt, és hát azért is tetszett meg, mert 5-ös kaptam rá, és könnyen megtanultam. Először az általános iskolában olyan érdekes volt, és akkor meg ilyen tanárnő mondta, hogy menjünk, és ilyen hagyományok, meg ilyen dolgok. A rovásírás technikáját a diákok többsége elsősorban saját szorgalmának köszönhetően sajátította el. Lehetőség igazán a rendes kerettanterben belül nincs rá. Tulajdonképpen a gyerekek külön szakcsoportokon, tehát anyanyelvből, történelemből van földrajzszakos kollega is, aki örömmel csinálja ezt a tevékenységet és készíti fel a gyerekeket. Tehát különböző szakcsoportokon belül vagy emelt szintű oktatás keretein belül tudják a gyerekek elsajátítani a rovásírást.